Nagyon köszönöm a meghívást, és örülök is, hogy köszönöm a nagyfokú jelenlétet itt az előadásra, amíg gondolom a témának szól elsősorban. Előzetesen megnéztem a Facebookon, hogy hányan jelezték a biztosra, hogy jönnek, és egy embert láttam, úgyhogy akkor egy kicsit elkeseredtem, úgyhogy ez nagyon kellemes meglepetés, hogy ilyen nagyszámú közönségnek adhatok elő, ráadásul abban a hotelben, ahol sajnos életemben egyszer, amikor voltam Kőszegen, akkor megszállhattam, mert akkor pont ebben a hotelben szálltam, úgyhogy nagy örömmel térek ide vissza, és nagyon köszönöm a Felsőfokú Tanulmányok Intézetének a lehetőséget, hogy itt lehetek. Amiről én alapvetően beszélni szeretnék, az egy olyan jelenség, amiről nagyon sokat beszélünk, és mégis még viszonylag kevés róla a tudományos kutatás. Ez az álhírek és az összeesküvés elméletek. Különösen az álhírek. Az álhírek, amikor igazából megnézzük a tudományos adatbázisokat, akkor nagyjából 2016-ig ilyen nagyon elszórtan volt irodalma ennek a témának, aztán a 2016-os elnökválasztási kampány után egészen elképesztően beindultak a publikációk, de még így is összességében azt mondhatom, hogy kicsit keveset tudunk róla. Amiről itt egy kicsit beszélni fogok, az alapvetően az álhírek és az összeesküvés elméleteknek én úgy mondanám, hogy a keresleti oldala, a befogadói oldala. Tehát arra a fő kérdésre keresem én a választ a kutatásaimban, és keressük a választ kollégáimmal az ELTE-n, illetve a Politikál Capitalnél, hogy az emberek miért hisznek az álhírekben, miért hisznek az összeesküvés elméletekben, mi teszi őket fogékonnyá erre a jelenségre. Könyvemben, amit most itt röviden, ez itt a reklám helye, felvillantanék, könyvemben egy másik aspektusra is viszonylag hosszan írok, ez pedig az, hogy kik és miért terjesztik elsősorban az álhíreket, az álhíreknek a politikai gazdaságtana, miért éri meg ezeket terjeszteni, milyen hasznokat hoznak, gazdasági hasznokat, politikai hasznokat, kiknek alapvetően, és mit tudunk arról, hogy a legnagyobb álhírkampányok mögött kik állnak. Most elsősorban, ahogy mondom, a befogadói oldalra, a keresleti oldalra fókuszálnék. Megjelent egy cikk pár hónappal ezelőtt a Science-ben. Nagyon egyszerű állításokat tartalmaz, de egy nagyon összetett módszertan alapján készült tanulmány. Alapvetően két fő állítást tesz. Összehasonlít olyan úgynevezett ilyen Twitter folyamokat, tehát a Twitteren ilyen megindult párbeszédeket, illetve egyes információknak az újraosztását és továbbterjedését. Összehasonlítja két típusú információnak a terjedés. Az egyik a tényleges hírek, a másik a legnagyobb eléréssel rendelkező álhírek. És az elég ijesztő eredmény, amelyet ez gyakorlatilag a legrangosabb tudományos folyóiratban publikált tanulmány mutat, ez az, hogy az álhírek egyrészt gyorsabban terjednek, mint a tényleges információkat tartalmazó hírek, másrészt pedig szélesebb körbe elterjednek, mint a tényleges információkat tartalmazó hírek. És a miértre is ad rövid választ a cég. Alapvetően azt mondja, az álhírek azért terjednek gyorsabban, mert új információt tartalmaznak, ami bizonyos szempontból triviális. Belegondolunk, hogy az álhírek hogy készülnek, én mindig irédlem az álhírek készítőit, leülnek egy A4-es lapra, vagy egy üres dokumentumhoz a Word-be, és teleírják információnak, anélkül, hogy bármit meg kéne nézniük, hiszen ez a semmiből teremtett, nem létező információ. Valaki kitalálja, hát természetesen újszerű, hogyha nem tudom, ilyen híreket láthatunk a magyar álhírek piacán, hogy mondjuk a Tiszában egy hatalmas csuka megevett egy embert. Volt mondjuk egy ilyen. Hát nyilván, ha ilyet lát az ember, az újszerű, mert hát ilyen nem történt meg, és soha nem hallott róla, úgyhogy új lesz. A második dolog, ami miatt maguk a szerzők úgy látják, hogy gyorsabban és messzebbre terjednek az álhírek, az, hogy erős érzelmi reakciókat váltanak ki. És az álhírek általában ezt a célt is szolgálják, vagy a félelmeinkre appellálnak, vagy a dühünkre, vagy a reményeinkre, de az biztos, hogy az érzelmeinket akarják kiaknázni, és azokat felerősíteni. Megnézzük a tipikus álhír oldalakat,
az urbanlegends.hu honlapon például van egy 50 tételes álhírlista, ott végignézzük a hírek, bocsánat, valamit azt hiszem sikerült kikapcsolnom, ha végignézzük milyen címek vannak, akkor mindig ilyeneket találunk, hogy megdöbbensz, nem hiszed el, elsírod magad, felháborodsz, stb. Tehát az álhírek általában meg is mondják nekünk, hogy hogy érezzük magunkat, de az biztos, hogy az érzelmeinkre akarnak appellálni. És ezzel a gondolattal meg is érkezünk ahhoz a fogalomhoz, amelyet nagyon sokat használunk, és egy kicsit vizsgáljuk meg, hogy mennyire van, mi ebben az újdonság, mennyire van ennek létjogosultság. Ez pedig az úgynevezett post-truth, az igazság utáni világ, az igazság utáni logika. Az igazság utáni világnak az az egyik fő jellemzője, hogy az érzelmek és az érzelmek kiváltása az fontosabbá válik, illetve az érzelmek átélése, mint bármiféle tényszerű információ. Tehát egy olyan médiakörnyezet és politikai környezet, ahol alapvetően minden emocionális alapon zajlik, hogyha valami kiszolgálja az érzéseinket, akkor másodlagos vagy irreleváns az, hogy igaz-e vagy sem. És ennek az illusztrálására egy politikai mozzanatot idéznék fel, amikor 2016-os elnök választást követően a Fehérház szóvivőjét megkérdezték arról, hogy azok a statisztikák, amelyeket idéztek a Fehérháztól, hogy hányan vettek részt Donald Trump beiktatási beszédén, amelyek nagyjából tippek szerint olyan tízszeresen felülértékelték a tényleges számot, tehát én 400 ezerről beszélnek, a valós számok azok valószínűleg 40 ezer körül voltak, ilyen helikopteres számlás egyéb alapján, és megkérdezte a műsorvezető, hogy elnézést, de miért honnan szedi ezeket a tényeket, honnan szedi ezeket az adatokat, ezek nem léteznek, ez hazugság. És akkor erre az volt a fehérházi szóvivő válasza, hogy ez nem hazugság, ez alternatív tény. És ez kiválóan rámutat arra az ilyen érdekes ambivalenciára, ami ennek a post-truth korszaknak az egyik jellemzője, ez pedig az, ami ilyen rendkívül demokratikusnak hangzik, hogy hát különböző tényeink is lehetnek, nem csak véleményünk lehet saját, de saját tényünk is lehet. Ami ugyebár én magam inkább egy ilyen pozitivista világnézet talaján állva, hívvén a természettudományos módszerekben, meg ebben a világkében, alapvetően azt gondolom, hogy a legtöbb kérdésben azt mondhatjuk, hogy van egy valóság. Hányan voltak ott, ezt mondjuk számszerűen el lehet dönteni, lehet, hogy nehéz, de ettől függetlenül számszerűen el lehet dönteni, erről nem lehet két egymásra ellentmondó tény párhuzamosan jelen a világban, de ezek az alternatív tények, alternatív valóság, ez egy ilyen új fogalommá vált. Négy kérdésről szeretnék beszélni. Az egyik az, hogy egyáltalán mik ezek a fogalmak, amiről dobálózni. Nem akarok nagyon sok időt tölteni a definíciós kérdésekkel. Az a tudományos közegen kívül másokat ritkán szokott nagyon megmozgatni, de egy kicsit muszáj rendet rakni a fogalmakba. Másrészt miért hiszünk az álhíreknek? Mi a fő oka annak, hogy ezeket vonzónak tartjuk? Harmadrészt mi a jelentőségük, mi a hatásuk? Azért beszélünk csak róluk, mert érdekes, mert mindenki szeret mások által terjesztett hülyeségekről beszélni, mert akkor magáról azt gondolhatja, hogy okosabb, vagy van ezeknek olyan jelentőségük, amely lecsapódik tényleges cselekvésben. És a negyedik, hogy mit lehet tenni ellenük. Először is milyen fogalmakkal fogunk itt operálni? Három fő fogalmat említenék, és ezeket röviden megmagyaráznám. Az egyik az összeesküvés elmélet, a másik az álhírek, a harmadik a dezinformáció. Összeesküvés elmélet az egy azzal kapcsolatos vélekedés, hogy emberek vagy emberek csoportjai velünk szemben valamilyen titkos terv mentén valamilyen együttműködést hajtanak végre, valami rossz indulatú együttműködést. Az összeesküvés elméletnek ez a definíció az megengedi azt, hogy összeesküvés elmélet az lehet igaz. Miért? Azért, mert a világban vannak egyébként összeesküvések. A politikában vannak puccsok, a sportban van bunda, a gazdaságban van kartel, az evolúciós múltunk során egyrészt, ugyebár az is egy életszerű helyzet, hogy a szűkös erőforrásokért bizonyos helyzetekben össze kell fogni egyes csoportoknak más csoportok ellen. Másrésztről pedig az is egy természetes dolog,
hogyha ez előfordult már a világban, hogy erre ki vagyunk hegyezve, hogy gyanakszunk ezekkel kapcsolatban. Én azt feltételezem, ezért is foglalkozom az összeesküvés elméletekkel, hogy az összeesküvés, sokkal több összeesküvés elmélet van a világban, mint tényleges összeesküvés, de ezzel együtt azt el lehet mondani, hogy egyrészt nem tudjuk mindig megmondani, hogy egy teória az ténylegesen valós-e vagy sem, mert egész egyszerűen nem vagyunk istenek, hogy minden összefüggést lássunk a világban. Másrésztről pedig egyes esetekben elképzelhető, hogy léteznek összeesküvések. Mondjuk ha a 30-as években, vagy mondjuk igen, 30-as évek elején, nem tudom, a zsidók szélesebb csoportja azt gondolta, hogy van a világban egy olyan terv, hogy őket megsemmisítse, és hogy ez meg is fog valósulni, akkor az összeesküvés elméletnek bizonyult volna ezen definíció alapján, és az a helyzet, hogy ez később utána sajnálatos módon valósággá vált. Vagy a Watergate botrány, vagy a Volkswagen emissziós botrány, vagy sokat említhetnék. Tehát az összeesküvés elmélet az lehet igaz. Az álhír az nem lehet igaz. Az álhír az egy ténylegesen, tehát tudatosan terjesztett, téves, nem létező információ, amit azzal a szándékkal terjesztenek, hogy ez megvezesse emberek szélesebb köreit. A kettő az átfed egymással, de van olyan összeesküvés elmélet, ami nem álhír. Már említettem, hogy összeesküvés elmélet az alapvetően bizonyos esetekben lehet igaz, és álhír lehet nem összeesküvés elmélet. A legtöbb álhír az egy összeesküvéses narratívába szerveződik, tehát elhallgatják előlünk a valóságot, és mi megmutatjuk nektek, hogy igazából mi az igazság. Általában ez az álhírek ilyen fő metanarratívája, de ezzel szemben azért elmondható az, hogy vannak olyan álhírek, amelyek alapvetően mondjuk vágyteljesítő természetűek, nem valamilyen összeesküvés elméletről beszélnek. Például, ha megnézzük, hogy mikről beszélnek az álhír oldalak, a rák ellenszere a szóda bikarbóna. Mondjuk van egy ilyen teória, ebben mondjuk nincsen benne önmagában az összeesküvés elmélet. Vagy hogyha azt mondjuk, hogy terjedtek ilyen álhírek az amerikai elnökválasztás során, hogy a pápa az amerikaiaknak választással javasolja Donald Trumpot, ami nem nagyon életszerű, mert a pápa egyrészt ugyebár nem a protestáns egyház feje, másrésztről pedig ritkán szokott nyíltan beszállni politikai kampányokba, de ez is inkább egy ilyen vágyteljesítő álhír a republikánus oldal számára. Tehát, hogy a kettő az összekapcsolódik, és a legtöbbször együtt jár, de nem mindig. És van a dezinformáció fogalma, ami azért fontos, mert nem csak úgy lehet megvezetni minket, hogyha ténylegesen nem létező információkat tárnak elénk, hanem akkor is, hogyha annyira szelektíven szedik össze az információkat valamilyen tágabb összefüggésrendszerből, hogy ez megvezető benyomáshoz vezetett. Ez most nagyon elméletinek tűnik, mondjuk egy-két konkrét példát, most válaszunk egy-két kényelmesen távoli amerikai példát. Például egy jellegzetes összeesküvéses álhír, ami a kettőt kombinálja, hogy ami a Russia Today, ez az orosz állam által finanszírozott, nemzetközi térben sugárzó propaganda csatorna. Ennek a műsorában volt például egyik műsorában egy olyan teória, amely szerint Hillary Clinton az egy illuminátus, és az illuminátus szekta része, és akkor itt tartja a kezét, meg úgy tartja a kezét, meg ezt csinálja, meg azt csinálja, és ez mind jel arra vonatkozóan, hogy ő illuminátus. Ez egy jellegzetes összeesküvés elmélet, összeesküvéses álhír, vagy amikor ez egy nagyon népszerű álhír volt az amerikai elnökválasztási kampányban, hogy a Clinton sátánista rituálékban vesz részt, és az FBI az antikrisztusnak hívja a Hillary Clintont. Ezt is képzeljük el, mennyire illetszerű, az FBI egy hivatalos dokumentumba közli, hogy az egyik elnökjelölt az maga az antikrisztus. De mondom, nagyon népszerű volt. És ugyebár ezek jó példák arra, hogy ezek teljesen valóságtól elrugaszkodott elméletek, és mégis nagyon sokan hittek bennük. Miért? Azért, mert olyan mély gyűlölet hajtotta őket valakivel szemben, hogy ez elhitette velük a legszemenszedettebb hazugságokat és hülyeségeket is. Itt egy már említett ilyen álhír, ami nem összeesküvés elmélet, Donald Trumpot a pápa megválasztásra javasolta. Ez
Ez egyes kutatások szerint az amerikaiak több mint fele elhitte, vagy bocsánat, több mint 40% elhitte ezt az álhírt, tehát még többen, mint csak a republikánusok. És akkor egy-két példa arra vonatkozóan, hogy hogy működik a dezinformáció. A dezinformáció a szélesebb fogalom, ami megengedi azt is, hogy egyes elemei az információk igaznak legyenek. Például amikor mondjuk a Russia Today már említett orosz propaganda csatorna elképesztően sok teret enged annak a nem túl fontos hírnek, hogy egy sátánista templomot építettek Detroitban. Ugyebár ez egy kis szekta, valószínűleg egy magánlakásban felépítettek egy szobrot, valószínűleg 10 ember hajlongott előtte, egyébként nem csinálnak semmit, az amerikai ugyebár törvények a vallásszabadságot az különösen erősen védik, nyilván addig, amíg mások érdekét ez nem, tehát mondjuk nem kezdenek embereket áldozni, stb. De hát nem csináltak ezt, ez egy teljesen jelentéktelen hír, az amerikai bulvár médiában itt-ott megjelent, de semmi jelentősége nincs. Valami miatt a Russia Today rettenetesen fontosnak tartja, és mindig minden ezzel kapcsolatos hírt leközöl, mintha ez valami nagyon fontos lenne, hát nyilván be kell azt mutatni, hogy az Amerikai Egyesült Államok annyira szörnyű hely, hogy ott az emberek sátánnak hódolnak. Vagy egy másik példa, amikor az orosz propaganda csatornáknak a beállítás az amerikai egyetemekről. Ha amerikai egyetemekről van szó, akkor miről számolnak be előszeretettel ezek a csatornák? Arról, hogy az amerikai egyetemekben, a kollégiumokban nagy orgiák zajlanak, megerőszakolási botrányok vannak, ivás, drogfogyasztás, stb. Ami igen, ilyesmik néha sajnálatos módon előfordulnak akkor, hogyha sok fiatal van egy helyen. Esetleg el tudnánk azt képzelni, hogy talán ilyenek Oroszországban is történnek, csak arról az ottani média nem nagyon szokott beszámolni. De ugyebár miről felejtenek el ezek a műsorok? Bármit mondani arról, hogy egyébként az amerikai egyetemeken tudományos kutatás zajlik világszínvonalon, és az amerikai egyetemek azok ugyebár a világ egyetemi ranglistájában általában a legjobb egyetemek, a legjobb helyeket foglalják el, és elképesztő agyelszívási centrumok, stb. Hát én tanítottam azért egy évet amerikai egyetemeken, hát én nem nagyon érzékeltem azt, hogy ez lenne az egyetlen fontos dolog, ami az ottani egyetemi életben zajlik. Ezzel együtt szerintem az nagyon helyes, hogyha vannak ilyen visszaélések, azokat kivizsgálják, de valami miatt az orosz propagandát csak ez az egy szempont érdekli az amerikai egyetemek kapcsán. Jó, tehát ennyit a fogalmakról, és akkor néhány ilyen alapvető szempontot, összefüggést, amit hagyományosan szeretünk az összeesküvés elméletek és az álhírekkel kapcsolatban hinni, ezeket szeretnék eloszlatni. Az egyik az, ami különösen az összeesküvés elméletekkel kapcsolatban nagyon gyakori, hogy ebben csak a patológiás emberek hisznek. Tehát vagy a paranoidok, vagy a paranoid skizofrének, és más igazából nem, hogy ez egy egyén lélektani jelenség, ami hát igen, vannak azok a hülyék, akik hisznek bennük, de mi nyilván nem. Az a helyzet, hogy vannak olyan összeesküvés elméletek, amelyekben egyes társadalmak abszolút többsége is hihet. Mondjuk az arab világban, a 5 muszlim országban végzett kutatás szerint 2004-ben az ottani lakosság 80%-a hitte azt, hogy szeptember 11-i terrortámadást az amerikai kormány és az izraeli kormány valamiféle összeesküvése okozta. Ami miért volt fontos? Mert hát nem mi voltunk, nem muszlimok voltak, hanem ők voltak. Azok ez egy ilyen énvédő, vagy ilyen csoportvédő szempont, de hát ugyebár olyan teória, amiben az emberek 80%-a hisz, az nem nagyon lehet paranoiának az eredménye. Ezek társadalmi termékek. Alapvetően ugyebár pszichiátriai betegségek arányát az ilyen szociálpszichiátriai vizsgálatok ilyen 1% alá teszik. És vannak olyan teóriák, amikben mondjuk mondok egy mást, az amerikai kb. 60%-a hisz abban, hogy a Kennedy gyilkosság az valamiféle, az legalábbis nem úgy történt, mint a hivatalos Warren jelentésben meg van írva, hanem valami összeesküvés volt benne. És vannak olyan teóriák Magyarországon is, amikben a lakosság abszolút többsége hisz, de ezekről majd egy kicsit később. Tehát van egy ilyen önvédő elképzelésünk, hogy csak a patológiások hisznek benne, ez nem igaz. A másik az, hogy csak a buta emberek hisznek benne. Az a helyzet, hogy a legtöbb kutatás nem, vagy csak nagyon enyhe összefüggést talált. Az álhírekben való hit
és az iskolázottság, az összeesküvés elméletekben való hit és az iskolázottság között, sőt, vannak olyan összeesküvés elméletek, amelyekre az értelmiség akár nagyobb arányban is lehet fogékony. Volt olyan kutatás, ami találta azt már például, hogy a városi értelmiség körében az antiszemita attitűdök erősebbek, az antiszemita összeesküvés elméletek, a zsidó ellenes összeesküvés elméletek, mint más csoportokban. Miért? Mert ebbe a csoportba úgy érezhetik sokan, hogy ez valamiféle versengési helyzet, amiben az ő pozíciójukat ez jobban fenyegeti. Vagy a feketék körében az Egyesült Államokban egy időben nagyon népszerű volt egy olyan teória, hogy az écet alapvetően kormányzati laboratóriumban fejlesztették ki azért, hogy a fekete lakosságot kiírtsák. Ez azért ottani félelmeket tükrözi, ebbe a képzettebb, politikailag tudatosabb feketék hittek igazán. Tehát nem igaz az, hogy aki iskolázatlan, azt hisz csak benne. És a harmadik jellemző teória, hogy én biztos nem hiszek benne. Tegye fel a kezét, aki bedőlt már álhírnek. Jó, ez egy szokatlanul őszinte hallgatóság, azt kell, hogy mondjam, általában, amikor felteszem erre a kérdést, egy-két kéz maximum, ami a magasban emelkedik, én is bevallom, én is dőltem már be álhírnek. Alapvetően az álhírek, az összeesküvés elméletek, azok úgy készülnek, és azért készítik őket, hogy bedőljünk nekik. És az a helyzet, hogy mivel az érzelmeinket aknázzák ki, mivel az elfogultságainkat aknázzuk ki, és véleménye az embernek mindig van a világról, ezért mindenki megvezethető álhírek összeesküvés elméletek által. Nyilván fel lehet erre ez ellen vértezni magunkat, de alapvetően nem vagyunk mi sem immunisak erre. Egy kis jellegzetes magyar álhír, de ez egy olyan, ami egy import, ez például egy olasz álhírnek a fordított verziója. Nálunk a menekült válság volt az, ami nagyon nagy löketet adott az álhíreknek, ez a nyugati világ egészében megfigyelhető egyébként, de mondjuk ez a világfigyelő, ez egy ilyen viszonylag népszerű, sok oldal által újraosztott ilyen álhír oldal, ami általában ilyen orosz barát narratívákat és nyugatellenes narratívákat terjeszt. Például ez egy ilyen jellegzetes dolog, hogy Olaszország elbukik, a migránsok átvették az uralmat, stb. Ez a hanyatló nyugat, a liberalizmus mindent tönkretesz, és igazából a menekültválság meg a multikulturalizmus az tönkreteszi a nyugati társadalmakat. Ebben a nagyobb narratívába illeszkedik, és ezt nagyon sok álhír aknázta ki. Most áttérnek a második kérdésre, hogy miért hiszünk bennük. Tehát mi tesz minket hajlamossá arra, hogy higgyünk az álhíremre és az összeesküvés elméletekben. Itt próbálok nagyon-nagyon, tehát hogy viszonylag sok, amennyire beszéltünk sok kutatással a téma kapcsán, de aránylag sok kutatás eredményeit viszonylag röviden pár pontban összefoglalni. Én azt mondom, hogy három fő oka van az álhírekben való hitnek. Az egyik az információ feldolgozásunkban tapasztalható felszínesség, és ez mindenkire igaz, és ez nem egy új jelenség. Egyrésztről van egy olyan hajlamunk, ez az úgynevezett igazság illúziója, hogy azt, amit többször hallunk, azt igaznak fogjuk fel. Függetlenül attól, hogy eredetileg igaznak tartottuk-e vagy sem. Tehát, hogy ez egy ilyen... Ennek is van némi egyébként evolúciós haszna, amit ismerősebbnek tűnik, azt gondoljuk, hogy az jobb, elfogadhatóbb, igazabb, stb. De ez nyilván könnyen megvezethetővé tesz minket. Ez jól magyarázza egyébként azt, hogy ahogy a legbutább politikai propaganda is miért tud jól működni, amit sokat hallunk, azt igaznak fogjuk elhinni. A másik dolog a hallott információ megtapadása és a korrekciójának képtelensége. Az a helyzet, hogy nem arra vagyunk húzalozva, hogy olyan környezetben éljünk, ahol hamis információk vesznek körül minket. A mondott szót, az olvasott szót alapvetően első körben hajlamosak vagyunk elhinni. És utána, hogyha már kialakul egy ilyen emléknyom, egy ilyen kognitív reprezentáció, akkor utána az egy tudatos hogy erőfeszítés eredménye, hogy ezt felülírjuk, és ráaggassuk ezt a címkét, hogy ez nem igaz. És az a helyzet, hogy ráaggatjuk ezt a címkét, hogy nem igaz, és ez idővel még le is kophat. Vannak olyan kutatások, amik azt mutatják, hogyha bemutatnak nekünk egy álhírt, utána megcáfolják, rögtön utána azt fogjuk mondani, hogy persze, ez hülyeség, 2-3-4 hét múlva
sokkal nagyobb valószínűséggel mondjuk azt, hogy ja igen, ezt hallottam, ez igaz. Mert ez a címke, ez lekopik róla. Tehát kialakítani sokkal könnyebb az álhírt, a téves vélekedést, megcáfolni sokkal nehezebb. És a harmadik szempont, amit említenek, az egy másodperces feldolgozás, hogy hajlamosak vagyunk arra, és ez az, amire a mostani információs környezet, bár nem felelős önmagában mindezekért a jelenségekért, amiről beszélünk, mert itt ennél általánosabb összefüggésekről van szó, de az egy másodperces feldolgozás, ez csak felerősíti ez az információs környezet, az az illúziónk, hogy nagyon-nagyon sok információt tudunk megszerezni, nagyon kevés idő alatt, és ez bizonyos szempontból igaz, de ennek nyilván ára van. És ez az ár az az, hogy könnyebben bedőlünk hülyeségeknek. A második szempont az elfogultság az információ feldolgozásban, motivált gondolkodás, az úgynevezett, amit én úgy neveztem el, hogy confirmation bias, ez a csoporttagságunkból fakadó elfogultság, ami alapvetően arról szól, hogyha valamiben nagyon hiszünk, és valamiben sokan nagyon hisznek körülöttünk, akkor hajlamosak lehetünk azt igaznak elfogadni, és nagyon-nagyon nem vagyunk abban érdekeltek, hogy ezt hazugságnak lássuk. Hogy mondjak egy példát, az amerikaiak 49%-a, republikánusok, bocsánat, 49%-a hitt abban a teóriában az amerikai elnökválasztás előtt, hogy Hillary Clinton kampánystábja egy pedofil hálózatot futtatott. Ez úgynevezett pizzagét teória. Gondoljuk el az, hogy mennyire életszerű, hogy valaki egyrésztről egy amerikai elnökválasztási kampányt menedzsel, másrésztről meg van arra ideje, hogy egy teljes pedofil hálózatot futtasson. És nyilván 49% a republikánusoknak az nem tök hülye, hogy ne tudná egy kicsit tovább gondolkodni, de olyan erejű gyűlölet fűti, hogy hajlamos átadnia magát ennek a vélekedésnek, és még egy kicsit tovább mennék, hogy oké, mondjuk kiderül, hogy ez nem igaz. De hát nézzük meg, hogy alakult az amerikai elnökválasztás eredménye. Donald Trump nyert, és abban lehet egyébként, hogy az ilyen típusú teóriáknak szerepe volt. És itt elérkezünk arra a pontra, hogy biztos, hogy motiváltak-e az emberek arra, hogy ne higgyenek az álhírekbe, összeesküvés elméletekbe, hogyha lehet olyan helyzet, amikor sikerre visznek mondjuk politikai táborokat. Ilyen törzsi mítoszokként hatékonyan működnek, mert egybe tartják a csoportot, és információs fegyvert szolgáltatnak a másik csoporttal szembe. Tehát van ez az elfogultság. Én talán ezt tartanám a legfontosabbnak, az én kutatásaim alapvetően erre fókuszálnak. És van egy harmadik, ami alapvetően a közösségi médiának a jellemzője, az információk társas hitelesítése. Nem egy számomra ismeretlen, absztrakt, nem tudom, hírügynökség közli az információkat, hanem egy ismerősöm osztja meg. Hát ő mindig olyan okos, ő mindig jól tudja, hogy mi a helyzet. Nyilván igaz, tovább osztom. És akkor egy-két kutatás, ami ezeket a szempontokat egy kicsit alátámasztja. Volt egy, ez egy ilyen, inkább egy ilyen kis gag. Az történt, hogy ez egy ilyen tudományos, a Hírcsárda nevű oldal talán többen ismerik, ez ilyen vicces álhíreket közlő, ilyen szatirikus oldal. Ez egy ilyen tudományos hírcsárda-szerű oldal közölt egy álhírt, ami így szólt, hogy a 70%-a a Facebook felhasználónak csak a cikkek címét és headline-ját olvassa a tudományos cikkeknek, mielőtt kommentel, meg mielőtt ezt megosztja. És akkor volt még egy ilyen leadje a cikknek, és aztán utána, hogyha tovább mentünk, akkor volt egy ilyen, ugyebár ilyen kitöltő szövegnek használt lorem ipsum szöveg. Tehát, hogy nem volt, ez nem volt egy rendes cikk, hanem egy ilyen kamucikk volt, 60 000 megosztást kapott. És nyilván feltételezhetjük azt, hogy mindenki, aki megosztotta a cikket, csak a vicc kedvéért osztotta meg, mert hogy tudta, hogy ez nem igaz, de ez azért nem túl valószínű, mert volt olyan tudományos kutatás is, ez nem a Facebookon zajlott, hanem a Twitteren, de azért feltételezhetjük azt, hogy az alapvető működésmód mind a két helyen azonos, hogy a Twitteren megosztott cikkek 59%-át olvasás nélkül osztották tovább az emberek. Ezt hogyan lehetett mérni? Például úgy, hogy valakinek megjelenik a falán, és egy másodperc múlva már meg is osztja mások, ami nem valószínű, hogy ilyen gyors olvasási skillekkel rendelkeznek nagyon-nagyon sokan.
És nyilván itt a hallgatóság körében ilyen még soha nem fordult elő, hogy valaki enélkül osztott volna meg valamilyen cikket, információt, hogy maga milyen elmélyült volna belőle, de ez a kutatás azt mutatja, hogy vannak olyanok, akik ezt csinálják, és a legtöbb kutatás azt mutatja, hogy hajlamosak vagyunk csak a cikknek a címére fókuszálni. Nem is nézzük meg azt, hogy ki írta, nem is nézzük meg azt, hogy milyen forrásból származik, mennyire hiteles, stb. Nem nézzük meg a dátumát, nagyon sok dolgot nem nézzük meg, hanem hogyha illeszkedik a világképünkbe, érdekes, akkor újraosztjuk. És ugyebár általában ezt aknázzák ki az álhíreknek a hírében, a címében általában minden információ benne van, ami kell, erre majd még mutatok példát. És vannak még, csak hogy még tovább növeljem ezt a kétségbeesést. Vannak olyan kutatások, amik azt mutatták, hogy ha tovább megyünk a cikknek az olvasásán, és utána a tartalomra fókuszálunk, akkor is nagyon komoly lehetőségünk vannak arra, hogy megvezessek minket. Volt egy olyan kutatás, ez a Stanfordon volt egy kutatási program, ahol alapvetően azt a nyilván kicsit álnaív kérdést próbálták meg vizsgálni, hogy az a generáció, ami úgy nőtt fel, hogy a közösségi médiát, az neki annyira természetes, mint nekünk a levegő, tehát a gimnazisták, a mostani gimnazisták alapvetően, azok mennyire tudják elkülöníteni a közösségi médiában a téves információt, a valós információval, gondolván azt, hogy aki ebbe született, az nyilván kritikusabban, jobban tudja kezelni. És azt találta ez a kutatás, hogy alapvető problémákat vannak az amerikai középiskolások, és gyanítom, ezt más országban csinálnánk, meg ott is ezt találnánk, ilyen kritikai értékelésével kapcsolatban, hiszen a többségében a diákok nem tudták például megkülönböztetni a fizetett cikkek valóságtartalmát, a nem fizetett cikkek valóságtartalmát. Ott volt bazi nagy betűkkel, hogy igen, ez a fizetett tartalom, és akkor ismerjük ezeket a cikkeket, XY vállalatvezető, ennél csodásabb évet még nem zártunk, előttünk a jövő. És akkor hát mindenki tudja, ez PR cikk, tehát ugye azért fizet valaki, hogy ezt így ebben a formában lehozzák, és ezt úgy helyi értékén is kezelik az emberek, gondolhatnánk, de itt ezzel problémák akadtak. Vagy ugyanezek a középiskolások nehezen tudták elkülöníteni mondjuk az olyan nem létező hírforrásokat, mint a CNN, a CNN-től, vagy a Fox News valami annak ilyen kifacsart nevű változatától. Tehát, hogy a forrásra és a tartalommal kapcsolatos ilyen jelzőingerekre sem nagyon figyeltek. És akkor van egy ilyen kutatás, amit a tanszéken végeztünk az ELTÉ-re a munkatársainkkal. Alapvetően itt ilyen úgynevezett vágyteljesítő álhíreket vizsgáltunk, politikai vágyteljesítő álhíreket főképp. Itt olyasmiket vizsgáltunk, mint hogy például a jobb, azt feltételeztük, hogy vannak ilyen vágyteljesítő álhírek, amelyek ezeket javarészt egyébként az internetről szedtük, amelyek alátámasztják valamelyik oldalnak a hiedelmeit, és ilyen jól esően olvassák ezeket. Például a baloldal számára vágyteljesítő álhírként olyat választottunk, ami ez egy elég elterjedt hír az interneten, hogy a miniszterelnök olyan gráci kliniká kap valamilyen gyógykezelést, és ezért mondjuk nem tudja befejezni a kampányt. A másik, a baloldal számára, vagy a jobb oldal számára vágyteljesítő álhírként olyat vizsgáltunk, hogy a pápa Orbán Viktorral találkozott, és őt javasolta megválasztásra. Ez hasonló, ez az amerikai, amit mondtunk. Itt nem az összeesküvéses gondolkodást akartuk vizsgálni, hanem ezt a vegytiszta álhír logikát, ami mentes ettől a konspirációs logikától, és használtunk pár mediátor változót, most ezeket nem megyek végig ezeken a kicsit unalmas diákon, de alapvetően azt találtuk mind a kormánypárti, mind az ellenzéki vágyteljesítő álhírek esetében, hogy a pártpreferencia volt a legfontosabb, ami ezeket bejósolta. Tehát alapvetően a legnagyobb hülyeségeket is hajlamosak vagyunk elhinni akkor, hogyha kellően erős a párt elkötelezettségünk. És ez az, ami szerintem egy nagyon megfontolandó szempont. És vannak más olyan kutatások, és ez az, amiben igazából azt kell, hogy mondjam, hogy szimmetrikus az összefüggésrendszer politikailag. A másik szempont, amit találtunk,
vagy bocsánat, ez egy másik kutatás, ez egy brit tudósok által végzett kutatás, a Kenti Egyetemnek a kutatói találták azt, hogy, és ez jól mutatja szintén, hogy mennyire a mély meggyőződések mennyire logikailag tévútra tudnak vezetni, ugye bár az összesküvés elméletek hívői gyakran azt úgy mutatják be magukat, mint az igazi kritikus gondolkodók, akik átlátnak a szitán, nem hiszik el azt, amit a birkanép elhisz, stb. Stb. Viszont ez a kutatás az azt találta, hogy azok az emberek, akik nagyobb valószínűséggel hitték azt, hogy Osama bin Laden már halott volt akkor, amikor az amerikai katonák annak idején rátaláltak, ha emlékszünk erre, és likvidálták, azok nagyobb valószínűséggel hitték el azt, hogy még mindig él. Ami ugyebár mégiscsak egy tudományos csoda lenne, hogy akkor egyszerre, vagy hát akkor a zombi filmeknek a logikáját kell elővennünk, hogy valaki már meghalt és mégis él, de hát ugyebár mi volt ebben a két narratívában a közös? Az, hogy ellentmond a hivatalosnak. És akármi ellentmond a hivatalosnak, az igaz kell, hogy legyen. És ez nagyon jól mutatja ezt, hogy ez a vélt kritikai hajlam, amivel az emberek azt gondolják, hogy átlátnak a szitán, és nem hiszik el a hivatalos információt, ez hogy teszi őket rendkívül manipulálhatóvá, mert akármi, ami annak ellentmond, legyen az logikailag egymás két kizáró magyarázat, azt inkább hajlamosak elfogadni, csak azért, hogy ne a hivatalosat higgyék el. És amiről a könyvemben is írok egy kicsit hosszabban, hogy ha azt a kérdést tesszük fel, hogy mi mindebben az új, amiről beszélünk, ugyebár álhírek, összeesküvés elméletek, hát ezek propaganda, stb., hát ezek egyidősek az emberiséggel. Mi van ebbe igazán új? Mi van abban, ami újszerű? Azon kívül, hogy van egy olyan közösségi média környezet, ami gyakorlatilag időbeli korlátok nélkül, korlátlan, tehát földrajzi korlátokat nem ismerve tud információkat elterjeszteni, ami nyilván fontos, de ez még nem is feltétlenül a legfontosabb. A legfontosabb szerintem az, hogy manapság az álhír és ez a post-truth logika ez úgy terjed el, hogy nincs feltétlenül ilyen központosított állami propaganda, vagy olyan országokban is terjed, ahol ilyen nincsen. Például Nagy-Britanniában a Brexit választását, például az Amerikai Egyesült Államokban az elnökválasztás előtt, stb. Stb. Tehát, hogy van egy alapvetően pluralizált, sokszínű médiakörnyezet, és abban az emberek kiválasztják azt az információt, ami őket meg akarja vezetni. Miért? Mert sokszor a kényelmes hazugság az sokkal jobb nekünk, mint a kényelmetlen igazság, és ezt keressük. És ebből a szempontból én azt mondanám, hogy nyilván mindig lehet hibáztatni a közösségi média cégeket, akik nyilván ebben anyagilag érdekeltek. Lehet egyes politikai szereplőket, nyilván ők is érdekeltek ebben, lehet egyes gazdasági szereplőket. Igen, de hogy alapvetően sokszor azt látjuk, hogy az állampolgárok önként választják azokat a forrásokat, ami megvezeti őket, tehát ők mossák át a saját agyukat. És én a könyvemben azt a hasonlatot használom, hogy igen, hogy mi mossuk a saját agyunkat, és ehhez mondjuk a populista politikusok a szappant kínálják, és a közösségi média, meg a hagyományos média, az pedig a lavor, de alapvetően ezt mi hajtjuk végre. És ugyebár az is egy fontos szempont, hogy persze lehet azt mondani, hogy a közösségi média az maga úgy van felépítve, hogy buborékokba zárjon minket, hogy a végén ugyebár azoknak a véleményét lássuk csak, akivel egyetértünk, azokat halljuk vissza, akiknek hozzánk hasonló a véleménye, de az a helyzet, hogy bizonyos szempontból ezeket is mi alakítjuk ki. Hát ugyebár a mi lájkjaink, a mi reakcióink, stb. Ezek alakítják ezt ki. Ha valaki nem akarja magát buborékokba zárni, akkor egyébként érdemes megfontolni azt a gyakorlatot, hogy időnként hozzászóljon, vagy lájkoljon olyan posztokat is, amikkel nem ért egyet, mert akkor a végén ez egy kicsit lazul ez a logika, de mondom, én azt mondanám, hogy amellett, hogy nyilván fontos a kínálati oldalt megvizsgálni, kik miért akarják minket hülyíteni, azért alapvetően itt a befogadói oldalnak szerintem nagyon komoly ebbe a felelősség, és ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Írtam erről egy cikket, ezt csak azért raktam fel, hogyha valakit esetleg érdekel, hogy ez, amit említettem, hogy én sokat, vagy többet akarom kutatni a jövőbe, hogy hogyan járul hozzá az általam tribalizmusnak nevezett jelenség, ez ami szerintem sokszor tévesen populizmusnak
neveznek sokan, ez a szélsőséges politikai polarizáció ahhoz, hogy higgyünk a legelképesztőbb álhíreknek és összeesküvés elméleteknek, csak azért, mert egy politikai törzsi háborúban ezek hatékony fegyverek lehetnek a másik táborral szemben. És ez például egy jellegzetesen egy olyan jelenség, ami jól mutatja azt, hogy az a helyzet, hogy bizonyos helyzetekben az álhír, az összeesküvés elmélet az nem csak a terjesztő számára, de befogadó számára is járhat bizonyos pszichológiai és más előnyökkel. Jó, mi az álhírek összeesküvés elméleteknek a jelentősége? Tehát, hogy miért beszélünk mindenről? Már nyilván egy-két szempontot azért felvillantottam, de vegyük ezt egy kicsit sorra a létező tudományos kutatások alapján. Mibe futnak ezek ki? Miért fontosak? Azon kívül, hogy mondom, érdekesek, mert szeretünk ilyekről hallani. Több kutatás mutatta például ki azt, hogy az egészségügyben az összeesküvés elméletek azok milyen károsak tudnak lenni. Az összeesküvés elméletek csökkentik például a beoltási szándékot. Van ez a Magyarországon szerencsére kevésbé, a nyugati világban egyre inkább elterjedtebb teória, mely szerint teljesen téves, semmi valóság alapja nincs, mely szerint a védőoltások autizmust okoznak. Ez a teória, ez a nyugati világban sokakat tart távol attól, hogy beoltassák a gyereküket, hol legálisan, hol illegálisan. Van egyébként Magyarországon is egy ilyen oltástagadó közösség, csak ez sokkal kevésbé látható azért, mert ez nálunk masszívan illegális. Szerintem nagyon helyesen. És ilyen teóriáknak köszönhetően tért vissza például a kanyaró Németországba, az Amerikai Egyesült Államokban néha emberéleteket is követelve. Ugyebár aki megtagadja a védőoltást a saját gyerekét, az nem csak a saját gyerekének az életét veszélyeztetheti, hanem másokat is, akikkel egy közösségbe került. Tehát ez tényleg egy életveszélyes játék. És elég széles körű. Van egy olyan kutatás, ami azt is mutatta az amerikai feketék körébe főleg, hogy akik hittek ebbe az összeesküvés elméletbe, amit már említettem, hogy az amerikai kormányzati laboratóriumokban fejlesztették ki az écet, ami alapvetően a feketék ellen ilyen biológiai fegyver, akik jobban hittek ebben a teóriában, azok kevésbé védekeztek. Hogy ebben mi a logika, azt ne kérdezze senki, mert nyilván, hogyha attól még, mert az amerikai kormány fejlesztette ki, attól még a védekezéssel elvileg ezt meg lehetne előzni, de ugyebár ez, hogy onnan jön a teória, és ők mondják azt, hogy védekezzünk ők, mármint az elit, akkor inkább ne védekezzünk, és a végén így nagyobb eséllyel kapták el nyilván ezt a vírust. És mutatták az kutatások, hogy az álhírek összeesküvés elméletek az úgynevezett alternatív medicinák felé tolják az embereket, homeopátia, stb. Ami magyar kutatásainkból tudjuk, hogy megint egyáltalán nem az alacsonyan képzettekre jellemző csak, hogy ezt ebben hisznek, hanem ez egy sokkal szélesebb körű jelenség. Például egyes kutatások szerint az értelmiségiek lehet, hogy az anyagi kérdés is ők jobban meg tudják engedni, hogy homeopátiás szereket vásároljanak, de ők azok, akik ezekben egy kicsit még jobban hisznek. Tudok egy időt mondani? Jó, akkor egy ilyen max 10 percet beszélnék még. Igen, vannak olyan teóriák, amik a környezetvédelemmel kapcsolatos összeesküvés elméletekkel foglalkoznak. És például a globális felmelegedéssel kapcsolatos teória, ez elég gyakori. Magyarországon kevésbé, de mondjuk az angolszász világban ez nagyon elterjedt. Hogy az igazából a globális felmelegedés egy hazugság, amit a kínai, az európai, stb. Ízléstől függetlenül ipar terjeszt azért, hogy a mi iparunkat lenyomja. Ez például a Donald Trump elnök is ezt előszeretettel hangoztatja ezt a teóriát. Ugyebár azt találták, hogy aki mondjuk hisz ebbe az összeesküvés elméletbe, az utána sokkal kevésbé akarja a szemetet szelektálni. Mert azt gondolja, hogy oké, úgy sincs globális felmelegedés, meg nekem úgy sincs erre semmi ráhatásom, úgyhogy inkább ezzel nem is foglalkozom. De egy ilyen cinizmus felé tolnak. Politikában sok kutatás mutatja azt, hogy az összeesküvés elméletek, álhírek erősítik a bizalmatlanságot, csökkentik a politikai aktivitást, csoportközi viszonyokat megmérgezhetik, sztereotípiákat és előítéleteket erősítenek, különösen a magas státuszú csoportokkal szemben, és az erőszakot legitimálhatják külső csoportokkal szemben, hogy erre sajnos ugyebár elég bőséges a történelmi tapasztalat, például ugyebár a holokauszt maga is, ha úgy vesszük, egy összeesküvéses álhírt
használt alapul, hogy legitimálja magát, vagyis hát a náci teoretikusok ezt szedték elő, tehát a különböző zsidó világ összeesküvés elméletek azt mondták, hogy ugyebár van egy ilyen titkos terv, Cion bölcsének jegyzőkönyve, stb., ami azt mutatja, hogy a zsidók az árjafajt le akarják nyomni, el akarják pusztítani, stb. És ha mi most nem lépünk ellenük, akkor ők fognak ellenünk. Ez az, amit ilyen apokaliptikus, vagy ilyen világvége agressziónak is nevezhetünk, ami erről szól, hogy nekünk kell először támadni, és igazából a támadás az védekezés, mert ott annyira gorosz szándékok vannak. Tehát erre sajnos, de hát nyilván mondjuk a kulákokkal szembeni fellépés, a Szovjetunió, nagyon-nagyon sok példa van erre, vagy legutóbb mondjuk a rohincsák elleni népirtás, vagy a bosnyákokkal szembeni népirtás itt a jugoszláv háború idején. Tehát itt nagyon sok példa van erre. Ezzel már egy kicsit beszéltem, és picit pár szót mondanék még arról, mert itt egészen elképesztő számok vannak egyébként, hogyha más nem nézünk, nyilván beszéltünk itt másról, mert a Magyarországon azért a mainstream médiában is nagyon sok álhír összeesküvés elmélet látnak, nem csak politikai egyébként, de mondjuk talán egyesek emlékeznek erre a teóriára, ez tavaly nyáron volt viszonylag, tavaly előtt nyáron, bocsánat, 2016 nyáron futotta be a média egy részét, ami arról szólt, hogy a naptej az bőrrákot okoz. Nem a naptej használtak elmaradás, hanem a naptej maga, ami ugyebár egy eléggé megalapozatlan dolog, nincs ilyen, hogy naptej általában, meg egyáltalán nem volt olyan kutatás, amire hivatkoztak, de hogy ha csak a közösségi médiában vizsgáljuk, most egy kicsit a mainstream médiát félretéve, akkor nézzük meg, hogy a legnépszerűbb álhír oldalak azok hány követővel rendelkeznek. Minden egyben blog, hányan találkoztak már ezzel? Összessel? Uh-huh. Igen, na, akkor sokak számára ismerős lehet. Minden egyben blognak például 740 ezer követője van, ami azt jelenti, hogy kb. 15%-a a Facebook felhasználóknak Magyarországon követője ennek az oldalnak. Ebben tényleg minden egyben van, ami ilyen egy kis állatokkal kapcsolatos cuki hír, egy kis orosz propaganda, egy kis hogyan legyünk egészségesek, mondjuk csak attól, hogy vizet isszunk, típusú hír, stb. Ilyen teljesen ilyen keverék a különböző típusú álhíreknek, de ez rendkívül népszerű. Tudnot kell info, 350 ezer követő. Tudásfája, 300 ezer. Natura hírek, 62 ezer követő. Natura hírekről indult ki például annak idején az álhír, amire még egyesek emlékezhetnek, hogy a tiszafából készült, tiszafa leveléből, meg terméséből készült tea, az gyógyhatású, minden gyógyító orvosság. Ami az a szomorú helyzet, hogy ez egy méreg. És a végül az ANTS-nek kellett kiadni egy közleményt azzal kapcsolatban, hogy hello, ezt nehogy valaki komolyan vegye, és tiszafa teát iszogasson, mert azzal mindenki nagyon rosszul jár. Tehát ezeknek van mérhető hatása. De érdekes dolog az, ez a Minden Egyben blogról egy hír például, megint egy példa arra, hogy ugyebár az álhíreknek minden információt van a címében, az EU tavaly jóváhagyott egy törvényt, amiben az van, hogy a víz nem jár alanyi jogon, mert a víz élelmiszernek minősül, nyilván nem volt ilyen törvény, de hogy egy kis érdekesség, hogy ugyebár a nagyvállalatok teljesen szándékaiktól függetlenül hirdetőivé válnak ezeknek az oldalaknak. Miért? Mert az interneten hirdetnek, Google hirdetésekkel, ami nagy elérés biztosít, és ott nem nagyon tudják azt kontrollálni, hogy hova mennek ezek a hirdetések, vagy a Toyota vezetői valószínűleg nem nagyon vannak azzal tisztában, hogy ilyen obskurus információkkal látják el a nagy érdeműt, és ugyebár sokszor megvan az a bizarr helyzet, hogy ezeken az oldalakon, ahol például ilyen hagyományos gyógyszerekkel kapcsolatos egészen vad teóriák terjednek, a gyógyszercégek hirdetnek. Tehát a gyógyszercégek magunk finanszírozzák, tudtokon kívül néha azokat az oldalakat, amelyek az ő presztízsüket rombolják. Na, ha valami, akkor ez az igazi összeesküvés. És akkor van
ez egy példa, például erre ez nagyon népszerű, szintén az ilyen hagyományos orvosságokkal kapcsolatos álhírek, összeesküvés elméletek. Itt vannak az orvosok, akik a vényköteles gyógyszereket felírják, ugyebár a halálnak a papjai, és akkor a döbbenetes tények. Ez a sosefelett.hu oldalról származik, nagyon megbízható, de ezek elképesztően nagy forgalmat bonyolítanak. Ezt igazából nem tudom, hogy miért raktam bele, erről meg már beszéltem, ezt most átugranám. Jó, és akkor a végén, ez még pár szempont a közösségi médiával kapcsolatban, amit már említettem, hogy nyilván azért az összeesküvés elméletek, álhírek, azok nem függetlenek attól a bennünk való hit, hogy mennyire széles körbe terjednek. Magyarországon például a lakosság 52%-a hisz abban, hogy Soros György valamiféle titkos terv mentén menekülteket szállít Európába, ugyebár erre Magyarországon politikai kampány épül. De nem mondhatjuk azt, amit sokszor szintén hallhatunk, hogy az álhír összeesküvés elmélet, az csak a kormány oldalról terjed, hogy a politikai kontextusban vizsgáljuk ezt a hírt például egy másik forrásból, ezt egyik rokonom küldte át a választás éjszakáján, ez a jellegzetes baloldali vágyteljesítő álhír, választás, ugyebár hatalmas győzelem a Fidesznek, és mi volt ez az álhír? Az, hogy megdöbentő hír érkezett, Orbán Viktor a hajnali órákban elvesztette eszméletét, mentő szállított a kórházba szív problémákkal. És le van itt írva az, hogy hova szállították be, ki volt az orvos, stb. Nyilván ebből 0% volt igaz, de, és ez például hol terjedt? Hírzóna 24, ami ugyebár a Hír 24-nek a nevére hajaz. Van egy másik álhír oldal, ami Hír kötőjel TV.net, ami olyan, mint a Hír TV lenne. Tehát, hogy ez, mint az Adidas és a nagy márkáknak a kopintott változatai, ugyebár a címével is meg akarja vezetni az olvasókat. Tehát, hogy és itt megint visszatérnek ahhoz a gondolat, hogy egy szélsőségesen polarizált politikai környezetben, egy ilyen tribalista légkörben az álhír és az összeesküvés elmélet az szépen terjedt mindkét oldalon. Nyilván amiben komoly különbségek lehetnek, az az erőforrás, amivel ezeket lehet terjeszteni. És akkor ezzel egy-két érdekességet emelnék ki. Végeztünk a Political Capital egy kutatás Magyarországon, az álhírek összeesküvés elméletek magyarországi elterjedtségéről. Amit találtunk egyébként, itt csak egy-két gondolatot villantanék fel, és ennek a prezentáció az a honlapunkon elérhető, ha valakit érdekel. Magyarországon, amit mi meglehetősen elterjedtnek találtunk, az antiszemita összeesküvés elméletek, például a zsidók döntő szerepre akarnak szert tenni a nemzetközi pénzügyi intézményekben, vagy a zsidók akarják uralni a világot. Ezek elég elterjedtek voltak Magyarországon. Elég elterjedtek voltak például azért nyugatellenes összeesküvés elméletek, hogy mit tudom én, az Amerikai Egyesült Államok robbantotta ki a menekültválságot, hogy elárasztja a menekültekre Európát, stb. Amik kicsit kevésbé voltak elterjedtek, de így is meglehetősen széles körben hittek bennük, hogy például a repülőgépek rendszeresen mennyi anyagokat permeteznek hazánk felett azzal a cél, hogy mérgezzék, elbutítsák az emberek. Ez úgynevezett chemtrail teória. Azt annak idején egy jobbikos képviselő egyébként a parlamentben saját maga is elővezette egy írásbeli kérdés formájában honvédelmi miniszternek, mikor védelek már meg minket ebből. Ebből a lakosság egyötöde hisz. Ez nem többség, de azért mégiscsak egy ijesztően magas kisebbség szerintem. Védőoltások több bajt okoznak, mint amennyi hasznot hajtanak, egyötöd szintén. És ezek a teóriák, vagy a vörösiszap katasztrófa nem baleset volt, hanem szándékos szabotás történt. Ezekben a teóriákban azt találtuk, hogy például nagyobb valószínűséggel hisznek azok, akik a nyugati ellens összeesküvés elméletekben is hisznek. Tehát az összeesküvés elmélet, az álhír, ugyebár az a természete, hogy ezeket ilyen önmagukat magyarázó, ilyen néha ilyen tautológikus eszmefutatások, amikben az egyik hivatkozik a másikra, és mind mögött van egy ilyen mögöttes logika, hogy a hivatalos nem igaz, hogy valami más az igazság, mint amit általában mondani szoktak, és hogyha elkezdődik ez a logika, akkor ez elterjed más területekre is. Tehát bizonyos típusú politikai összeesküvés elméletek, bizonyos nem politikai összeesküvés elméletekben is növelhetik a,
hiedelmet. És egy utolsó nagyon rövid gondolat arról, hogy mit lehet ezzel kapcsolatban tenni. Alapvetően én azt mondanám, hogy kellő politikai, társadalmi akarat és felelősségvállalás esetében elég sokat. És akkor én itt ezt a könyvemben is így struktúráltam, nyilván meg sok kutatást kell végezni, de alapvetően azt mondhatjuk, hogy mind a kínálati oldalt, mind a keresleti oldalt célozhatjuk, mind a megelőzésre és a gyógyításra, ártalomcsökkentésre, az utólagos károknak az enyhítésére törekedhetünk, ami például egy általában jól működő módszer, ez a prevencióhoz tartozik, amikor mondjuk a közösségi médiák oldalak eltávolítják azokat az álhír oldalakat, amelyek tömegesen ilyen álhíreket terjesztenek, ami tűnhet egy nagyon antidemokratikus lépésnek, de az a helyzet, hogy egyrészt ugye a pszichológiai kutatások azt mutatják, hogy ha megjelenik már az álhír, akkor hatása van független attól, hogy cáfolják-e vagy sem. Másrészt azért azt is vegyük észre, hogy a közösségi médiának a tere az önmagában nem a szólásszabadságnak a fóruma, hiszen ez egy szűrt és manipulált információ, amit onnan kapunk. Részben magunkat manipuláljuk, de részben mások is manipulálnak minket. Tehát ebben én nem tartom azt etikátlannak, mondjuk, hogyha egyes oldalakat eltávolítanak. Ami például sokkal kevésbé, és a legrosszabb praktikákról is beszéltünk, ami kevésbé működik, ez erre például volt példa, hogy amikor megcímkézik az álhíreket, hogy ezek álhírek. A Facebook egy időben ezzel próbálkozott, hogy itt egy álhír oldal, akkor megcímkézzük, hogy ez álhír, mit eredményezett? 10-szer annyian osztották meg. Nézd, a Facebook el akarja előlünk hallgatni, olvasd el te is. És sokkal több emberhez jutott el, mint ahogy eredetileg jutott volna. De lehet nagyon sok dolgot tenni nyilván az oktatásban, beszélni ezekről a problémákról, felvilágosítani a diákokat, ugyebár végezni a kis gyakorlatokat, amivel rájönnek, amivel megtanulják elkülöníteni az álhírt a valóságos hírtől, mikre figyeljenek, stb. Illetve amit több kutatás talált, hogy azért függetlenül attól, hogy nem az intelligencia jósolja be főképp azt, hogy hiszünk álhírekbe vagy összeesküvés elméletekbe, de hogyha erősítjük az analitikus készséget, az elemző készséget, ezt a kritikai készséget, az segíthet abban, hogy ezeket valamilyen szinten visszaszorítsuk. Illetve nyilván van ebben szerep a sajtónak, van a politikának, van az oktatásnak, tehát ez egy sokszereplős szempontrendszer. Nemrég hallottam egy nagyon optimista véleményt, lehet, hogy ez egy kicsit túl optimista vélemény, de amerikai vélemény volt, hogy az álhíreket, az összeesküvés elméleteket ugyanúgy lehet kezelni, vagy úgy lehet felfogni, mint mondjuk annak idején a dohányzást az Amerikai Egyesült Államokban, ami ugyebár nagyon népszerű volt, mint a 70-80-as évekig. Körülbelül tényleg az egyik legmagasabb volt a világban a dohányzók aránya, stb. Még emlékeztetünk a Marlboro reklámokra, ilyenek, és utána egy nagyon tudatos, részben állami, részben magánkezdeményezésekre alapuló több évtizedes kampány hatására, ma szinte senki nem dohányzik az Egyesült Államokba, kis túlzásra, és itt ugyanez a szemben, és ugyanúgy ezt lehetetlennek tartották sokan, de valószínűleg egy ilyen tudatos, együttműködés és odafigyelés hatására azért ez a jelenség, ez csökkenthető. A pesszimisták azt mondják, hogy igazából ez csak rosszabb lesz. Én valahol a kettő között hezitálok, és vannak viszont olyan kutatásaink, nekünk saját magunknak is, és ilyet akarunk majd többet végezni, ahol azt vizsgáljuk, hogy mik lehetnek azok a módszerek, amelyek ténylegesen hatékonyak az álhírek összeesküvés elméletekkel szembeni immunizálásban, ezek megcáfolásában. Amit mi találtunk egy kutatásban például, amit a Frontiers of Psychology-ban közöltünk, hogy az összeesküvés elméleti hiedelmeket mind a racionális érvelés, mind a nevetségessé tétel hatékonyan csökkentheti. A racionális érvelés sok bullet pontot használ, számokat, racionális érveket, stb. Ez minket is meglepett, az a helyzet, azt gondoltuk, hogy ennek nem lesz hatása, de mégis van. Tehát nem igaz az, hogy a post-truth világban az észérvek teljesen hatásukat vesztik. Ez nem igaz, és ezt nem is szabad ebbe a csapdába belesétálni, hogy innentől kezdve a tüzet tűzzel olcsuk, és akkor, vagy kutyaharapás szőrével, és csak az érzelmekkel próbáljunk a post-truth világ ellen hatni. Az álhíreknek van terük. És a másik a nevetségessé tétel, ami nem egy nagyon elegáns érvelési forma, itt a kutatásban egy ilyen, nem tudom, a bankokkal, EU-val,
kapcsolatos, ilyen kicsit antiszemita összeesküvés elméletet hallgattak meg a résztvevők, és utána a cáfolat az az volt, hogy aki ilyenekben hisz, az egyébként hajlamos azt is elhinni, hogy a Föld lapos, meg hogy gyíkemberek élnek a világban, ami nyilván formál logikai, vagy hogy azok vezetik a politikát, ami formál logikailag nyilván nem igaz, de ettől függetlenül kikarikírozza ezeket a narratívákat, és ez szerintem az én tapasztalatom szerint különösen a fiatalok esetében nagyon hasonló, vagy nagyon hatásos lett. Amit én és mi szeretnénk így a jövőben többet vizsgálni, az a kifejezett tudományos álhírek elterjedtsége Magyarországon, illetve az ezzel kapcsolatos fellépési lehetőség, természettudományok, de a társadalomtudományban is nagyon sok ilyen terjed. Álhírek hatása a tudományos világnézetbe való hitre, a politikai álhíreknek, illetve egy-két kutatást meg akarunk ismételni, nemzetközi kutatást, illetve az álhírekkel szembeni fellépés célzó projekteknek a hatásvizsgálatát elvégezni. És bocsánat, egy kicsit túlnyúltam időben, nagyon köszönöm a figyelmet, és várom a kérdéseket.